hegedül és rugalmasság a művelet. A két kar együttese rugalmas legyen, ki rugóztatni az ujjakat. Tehát, hogy nem mereven rá, hanem minden rugalmas. Ezt meg szoktuk beszélni, hogy mi minden rugalmas, meg hogy mi az a rugalmas kisgyereknél, ez nagyon fontos, és ebben a te ujjad is rugalmas, hisz ezt gyakoroltuk, ezt a behúzom ki, tudom, és ez azért megy, tehát, hogy ismerkedjen az ujjaival, hogy leengedem, fölengedem, behúzom, körbeforgatom, mi mindent tudok csinálni az ujjaimmal. Hát meg tulajdonképpen a húr maga. Maga is, az is rugalmas, tehát igen. Nem belepasszírozom. Az ujjnak a új bejünk is, ugye be. Így van, tehát az a kis husika, ami az kis csont végén van, meg a húrnak a találkozása, és hogy azt megérjük. Így van, megéreztetni, hogy ott lehet egy játék az ujjam között. Ez itt van az arcomon, ez itt van ez a karomon. Csodálatos. Ez itt van benne. Ahogy ezt az Olgával is. Igen, hogy érezd meg, ennél jobban nem lehet megérezni, ezt nem belenyomom. Tehát a feszítés az a technikának a veszte. A veszte. És van. Én azt veszem észre, hogy ez a hüvelykújnál különösen nagyon... Igen. Veszélyes, igen. Ugye? Jól, hogy a bal kéz hüvelykúj, jobb kéz hüvelykúj, bármelyik, akkor az lehet a másikra. Igen. De hogy itt, tehát hogy ez itt oda préseli, oda nyomja a nyakhoz. A legtöbbször az a tapasztalatom, hogy a hegedű tartása nem stabil, és ezért itt tudod, ráteszi az első új tövére. És akkor már létrejön ez, tehát itt pihen a hegedűje, és az új tövön, és neki. És még meg is ragad. És igen, tehát hogyha ez az egész tenyér puhán, mint egy labdát, egy szivacs labdátra ráteszem a kezem, gömbölyűen működik, akkor ez nem tud odaérni. Uh-huh. De a gyerek ugye biztonságérzetből rögtön fog két oldalt. Igen, és például ez a hegedű felfedés, amit az előbb mutattam, hogy a hegedű vállát fogjuk meg, igen. És innen teszük föl, föntről jövök lefelé, itt biztos nem fogja ezt csinálni. Aha. Hanem itt a válla és a tenyered oda találkozik, akkor az egy stabil érzés, nem kell félned, hogy leesik, és ráteszed az ujjadat. És ezt fogjuk leszállítani, és nem ilyen, ha innen... Tehát én nagyon szeretem ezt a részét, igen. Ez az, amikor a bizonyos hegedűiskoláknál a... Nem tudom, orosz hegedűiskolák harmadik fekvésben kezdik a hegedű tanítást. Ja, bocsánat, megvan, igen. Tehát annak is megvan a maga előnye, és azt is érdemes kipróbálni. Tehát, hogy miért? Mi a technikai trükkje annak, hogyha a harmadik fekvésben? Nagyon jó, mert eleve már ez a kéz alakul ki. Addig, amikor én tanultam hegedülni, nagyon sokáig az egy nagy dolog volt, hogyha már harmadik fekvés, és így eljutottuk, az igen. Már egy igen. Hosszú lépcső. Pedig tulajdonképpen az első pillanatban lehet. Természet. Így van, első pillanatban lehet, igen. Így van. És én nagyon hamar az üveghangokat mutatom, mert az tulajdonképpen az harmadik fekvésből kényülik, és az üveghang játék az azért játék a gyereknek, igen. Hogy fölviszem a kezét, de eközben minden ujját ki kell oldani. Igen. Igen. Tudod, mielőtt még tovább megyünk, azon gondolkodom, hogy meglepő volt nekem, amikor így talán a Gazsival egészen a kezdeteknél voltál. Igen. És egy teljesen egyszerű gyerek nóta volt így valami, igen. Tényleg a legelső között. És már akkor ezt a bizonyos nyomás, nem nyomást, igen. Már zenei oldalról közelítetted, hogy ez a hang például fontos, és most egy kicsit jobban azok a hangok, igen. azokat egy igen. Kicsit. Tehát az érzékenysége a billentésnek azért a zenei instrukcióból, vagy zenei irányból igen. Is eredt nálad. Így van, már a zenei instrukcióból, és ez nagyon sokszor elmondtam már, hogy ugye zenét tanítunk, és az, hogy süss fel nap, az is egy kis kincs, egy gyerek dolog. Önmagában egy teljesen formás, pici sorokból.